Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a gyors és tömeges átnevezésről fogunk beszélni. Állományokat, könyvtárakat nagyon sok módon át lehet nevezni, nagyon sok célprogramot már be is mutattam, illetve nagyon sok fájlkezelőbe, állománykezelőbe ez alapfunkció, hogy egyikbe több, a másikba kevesebb, egyik többet tud, a másik kevesebbet tud, grafikus vagy terminálos, az jelenleg teljesen mindegy. Teljesen mindegy, de van egy nagy hátrányuk, egy nagyon nagy hátrányuk. A tömeges átnevező eszközökbe egy megadott minta szerint nevezhetjük át az állományokat, azaz egy szövegrészt, vagy egy üres helyet eltüntetünk, vagy esetleg tud olyat, hogy az elejére, végére beszúr valamit, azaz egy sablont alkalmazunk, amit ha megtalál az adott fájlnévbe, azt végrehajtja, azaz mondjuk a TXT kiterjesztést automatikusan át tudjuk akármilyen kiterjesztésre változtatni, és utána nem kell egyesével átérni. Ez nem mindig jó, ha nincs ilyen minta. Nyilvánvalóan, hogyha egyedileg szeretnél több száz, több tucat fájlnevet, könyvtárnevet megváltoztatni, akkor ez a módszer nem jó, mert nem tudsz egy sablont alkalmazni, ami szerint az átnevezésnek meg kell történnie. Nagyon jó lenne, ha az összes átnevezni kívánt állomány neve egy szövegszerkesztőbe jelenne meg, igaz? Egy listába, egy szövegbe, és azt begépelve, átgépelve, átjavítva, át tudnánk írni, és utána automatikusan a gép ezeket a módosításokat megtenni. Azaz, az a célom, olyat kell keresni, olyat szeretnék használni, ami a megjelölt állományok neveit egy listába, sima file listába összeírja nekem, megmutatja, és én a megszokott kedvenc szövegszerkesztőmmel ezeket át tudom szerkeszteni. Ez nagyon-nagyon jó. Miért? Mi ennek az előnye? Az előnye természetesen az, hogy egy kényelmes, megszokott szövegszerkesztői környezetbe tudunk dolgozni. Nyilvánvalóan azt a szövegszerkesztőt jellemzően inkább a terminálosakat kellene nézegetni, azt a szövegszerkesztőt próbáljuk ebbe a rendszerbe beépíteni, amit megszoktunk, azaz tudunk vele dolgozni, nem kell a funkciókat keresni. Azaz megszokott környezetbe kényelmesen dolgozhatunk. Ami lényeg, hogy akár egyedileg is átírhatunk egy-egy állomány nevét, hiszen igényeink szerint jelen pillanatban valami listába fog megjelenni a fájlnév, azt valami módszerrel, sima átírással, beszúrással, felülírással bizony meg tudjuk majd változtatni, azaz egy sor, egy fájlnév az pontosan ugyanolyan lesz, mint akármelyik sima szövegünkbe egy darab sor, amit át tudunk írni megszokott módon. A helyesírás ellenőrzésére is van lehetőség. Nyilvánvalóan egy fájl átnevező eszköz, vagy akár egy állománykezelőbe beépített ilyen eszköz vagy jobb, vagy rosszabb, vagy többet tud, vagy kevesebbet tud, de egyet majdnem biztosan nem tud, hogy a helyesírást, illetve az elütéseket magyarul tudja ellenőrizni. Nyilván a mai világban már az ékezetes fájlnevek, azok nem egy olyan nagy dolgok, és hogyha már adhatunk magyar fájlnevet bárminek, ami nekünk kell, akkor az legyen helyesírásilag megfelelő. Azaz annál idegesítőbb, rondább nincs, amikor megpróbálunk magyar fájlnevet adni, de annak a helyesírása nem jó. Nyilvánvalóan általában, hogyha magyar környezetben dolgozunk, érdemes a magyar fájlneveket használni, amelyik rendszer ezt már nem kezeli alapszinten, olyanokkal igazából nem érdemes foglalkozni, hiszen gyakorlatilag már ezek a ékezetes betűk azért annyira elterjedtek Európába, vagy legalábbis a Európa keleti részén, hogy különösebb gond nélkül tudjuk használni. Természetesen itt is tudjuk alkalmazni, vagy remélem, reményeink szerint tudni fogjuk alkalmazni a sima keres funkciót, ami a legtöbb szövegszerkesztőbe alap. Azaz itt is meg tudjuk tenni azt, mint egy fájl átnevező eszközbe, hogy fogjuk, beírjuk, hogy ezt a szövegrészt légy szíves megkeresni, és légy szíves erre átváltoztatni. Nagyon sok fájl, illetve állomány átnevező tudja a regexperteket, azaz a reguláris kifejezéseket, és szerintem olyan szövegszerkesztőt érdemes használni, vagy megpróbálni használni ehhez a gondolathoz, ami ezt alapból tudja, azaz bizonyos
kényelmi, gyorsító és egyéb funkciókat is tudjon, hiszen a regexpertek reguláris kifejezések, a keres-csere megfelelő kombinálása bizony nagyon meg tudja gyorsítani a szövegszerkesztést, és hogyha a szövegszerkesztésben ez szépen működik, akkor természetesen a file átnevezésben is ennek működnie kell. Az, hogy hol állogatjuk be, hogy melyik editort, szövegszerkesztőt használja, azt a leírásba meg kell nézni. Több ilyen eszközt bemutatok, illetve felsorolok, ez így pontosabb. Bizony, azoknál a leírásban meg kell nézni, hol állítjuk be, hogy melyik editort használja. Nyilvánvalóan, logikusan azt az editáló programot, azt az író programot, azt a szövegszerkesztő programot fogjuk használni, ami számunkra kényelmes és megfelelő funkciókat tud. Ezt megnézzük, hol lehet beállítani a leírásba. Általánosságba elmondható, hogy az editor változóba kell ezt beállítani, és globálisan az egész munkamenetünkre, vagy globálisan az egész felhasználói környezetünkbe, vagy esetleg, hogyha ezt a rendszergazda rendszer szinten beállítja, akkor rendszer szinten is ezt az editort fogja használni az a program, ami megnézi azt, hogy mi az editor beállítás, na hát ez, amit beállítottál, és ezentúl én ezt a programot fogom használni editálásra. Azaz az editor változót jól át kell gondolni, azt úgy beállítani, hogy globálisan nekünk az összes munkamenetben megfeleljen, és akkor ezek a programok is jellemzően, ha a leírás más nem mond, ezt fogják használni. Erre természetesen több megoldás is létezik a teljesség igénye nélkül, és senki ne sértődjön meg, hogy a kedvenc ilyen programját nem soroltam föl, gyorsan összedobtam párat, aztán ennyi felkiáltással, hogy lássuk azt, hogy ez egy elterjedt gondolkodás, én összeírtam párat, a Ranger. A Rangerbe alapfunkció ez, tudja ezt, én ezt használom, ez a preferált fájkezelőm, illetve ezen keresztül ilyen átnevezésekre az esetek 90%-ába, amikor erre van lehetőség, és amikor ez kényelmesebb, akkor a Rangerbe meglévő eszközt szoktam használni. Van egy olyan, hogy QMV. Ennek a telepítésére itt felül lehet látni a parancsokat, mert ez nem egy külön parancs, hanem egy csomag, amiben több ilyen átnevező, átírogató egyéb eszköz is van, amit nem fogok bemutatni, és ezen kívül rengeteg megvalósítással van, a VimV, ez egy külön kis programocska, ami kifejezetten erre készült. Azon kívül, bár ezt soha nem próbáltam, az Emacs is tudja megfelelő parancsok kiadásával, ő behívja a listát, editáljuk, és ő kéri a listát file névbe, szuper! És ezen kívül természetesen jó néhány is létezik. Bár többet felsoroltam, én csak a Ranger-t mutatom be, hiszen a használata azon kívül hogyan kerül bele a programba a file lista, azon kívül ugyanaz, egy sima szövegszerkesztő, és véleményem szerint a Ranger-t érdemes használni, az a legösszetettebb, legkényelmesebb. Ahogy ígértem, én a Ranger-t fogom bemutatni, miért, mert egy fájlkezelő, azaz a fájlok kiválogatása itt kijelöléssel történik, viszonylag gyorsan a space lenyomásával jelöljük ki a fájlokat, amivel dolgozni szeretnénk. Több egyéb megoldásban, például a QMV-be nem így tudjuk megtenni, a hagyományos, megszokott módon, ha az adott könyvtárba elindítanánk itt például a QMV parancsot, akkor az összes fájlt. Ha úgy indítanám el, hogy QMV csillag.mp3, akkor az mp3-asokat jelenítetni meg szerkesztése. Nyilvánvalóan viszonylag könnyebb úgy kijelölgetni a fájlokat, hogy szépen nyomogatom a space-t, meg lépkedek, illetve egyéb hasonló módszerrel ki tudom jelölni gyorsabb, amivel szeretnék dolgozni. De az egyszerűség kedvéért én kijelöltem az összeset, azaz az összes meg fog jelenni, és megnyomom a Ranger-be a C és W-hez van rendelve, legalábbis nekem, vélhetően ez az alapbeállítás, mert úgy emlékszem, ezt nem állítottam át, az, hogy file átnevezést tudjak végrehajtani tömegesen. Ahogy lehet látni, megjelent egy darab szövegszerkesztő, a NeoVim, és ezek után már csak a gépelési sebességünk, a szövegszerkesztő használati sebességünk határozza meg, hogy milyen gyorsan tudjuk átírogatni a neveket, átnevezni a fájlokat. A legegyszerűbb az elejébe van pár hiba, és azt szeretném kijavítani, és itt B
ERC, és itt pedig a franc az nem lett franc beíráskor, hanem beírjuk most, és láthatóan meg is változott a neve. A következő, ami ezek után már egyértelmű, itt valóban azon múlik, hogy milyen gyorsan találod meg a hibákat, illetve természetesen azon múlik, hogy milyen gyorsan gépelsz, mennyire ismered a szerkesztődet. Én azt mondom, hogy ki kell próbálni többet, és azt beállítani. Én a NeoVimet használom. A következő hiba, amit lehet látni, és ez a rendszernek az előnye, nem csak át tudok írni egy csomó nevet, hanem gyors keres, és talál, és átír funkciókat is tudjuk használni. Lehet látni, hogy a Rádiószínház, ez a Rádiószínházas gyűjteményem egy része, éppen rendezgetem őket, nem túl szép, hogyha Rádiószínház van beírva, és többször előfordul valami oknál fogva, hogy elírtam. Mit lehet ilyenkor csinálni? Én annyit teszek természetesen, hogy a szerkesztőbe, jelenleg a NeoVimbe előhívom a parancsort, vagy egyéb szerkesztőbe elő lehet hívni a keres cserét, és akkor előhívom egy kettős ponttal a parancsot, és az előre elkészített változtatásos, átírásos sablonhoz, ami azt jelenti, hogy kettős pont, azaz parancsorban vagyunk itt lent, a százalékjel S az a cserének a parancsa, csereparancs, a százalékjel azt mondja, hogy az egész globális fájt szöveget jelen pillanatban légy szíves figyelembe venni, a per közé kerül, amit keresek, és a kettő második per közé kerül az, amire meg akarom változtatni, a G azt jelenti, hogy a globálisan az összeset meg szeretném tenni. Mi a hiba itt? A radio. Be kell írni a hibás részt, radio, és az legyen rádió, és ahogy lehet látni, szépen ki is emeli. Így van beállítva a NeoVim, alapesetben, nem tudom hogyan, de egy plugin, illetve a beállítások piszkálgatásával elérhetjük ezt a kiemelést. Oké, megtörtént a beírás, leellenőrizzük, hogy valóban rádió a rádió, és leenterezzük, át is írta. És itt lehet látni egy darab hibát, hogy itt van egy G színház, és kijavítjuk, hogy rádió színház, és meg is van, végig tudjuk nézni, hogy minden oké-e, úgy néz ki, ahogy szeretnénk, igen. Most a következő lépésekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Első körben kilépünk a normál módba, megnyomjuk a kettős pontot, W-t, write, írt ki a fájba, és a kilépés parancsot. Tehát a szokásos, menjd le, és kilépünk parancsot. Leenterezzük, ő eldönti, hogy mit változtattunk, még meg tudjuk nézni, hogy a változtatások megfelelnek-e. Megint kettős pont, WQ kiléptetéssel, kilépünk, és utána azt mondja, hogy ő átnevezte az XYZ fájlokat, ezzé meg ezzé, és Enter, hogyha folytatni akarjuk. És folytatni is tudjuk, ami változott, természetesen az már nem felel meg a kijelölésünknek, új fájlként érszeleli, azaz lehet látni, hogy át is írta a neveket, a Rádiószínház az Rádiószínház lett, a nevek stimmelnek, itt az első nevek voltak rosszak, azaz meg tudunk tenni bármilyen írást, mint bármelyik szövegbe, meg tudunk tenni bármilyen cserét, hogyha képes a fájlkezelőnk, ha képes a szövegszerkesztőnk rá, és ezen kívül rengeteg egyéb. Én azért szeretem a NeoVimet, mert az igazából egy processzor, egy szövegkészítő eszköz, szövegfeldolgozó eszköz is, és bármi olyan változtatásokat rengeteg, több száz fájlnál gyorsan meg tudunk tenni. Ha pedig egyedileg kell átirogatni, akkor természetesen kényelmes az, hogy szövegszerkesztőként tudunk vele dolgozni. A másik dolog a helyesírás ellenőrzés. A helyesírás ellenőrzés egy fájlnévnél általában nem jelent nagy gondot, mert gyakorlatilag ékezet nélkül írunk, de ha már ékezettel írunk, akkor legyen az helyesírásilag is elfogadható. Ez nem követelmény, mert sok esetben előfordul, hogy hosszú betűket, tehát hosszú őt, hosszú út, hosszú ít nem akar írni az ember, mert nem minden rendszer jeleníti azokat meg rendesen,
az még elfogadható, de amikor már megjelenítetjük a hosszú i-t, hosszú ő-t, meg egyebet, és magyarul írunk, akkor nagyjából a fájlnevek is legyenek helyesek. Ez segít keresést is, tehát ez nem csak arra van, hogy jaj, ha valakinek elküldöm, akkor az elipszilon és a j, az azért jó lenne, hogyha a helyén lenne meg ilyesmi, hanem a keresést is segíti. Azaz, megint megnyomunk egy CV-t, oda kerültünk, ahol voltunk, a NeoVim ezt természetesen tudja, telepítés után, beállítás után a magyar helyesírást, megnyomom azt a gombot, ami a helyesírás ellenőrzést megteszi, aláhúzza azokat a betűket, szavakat, szótöredékeket, kiterjesztést, természetesen amit ő úgy gondol, hogy helytelen, itt nyilván nincs helyesírási hiba, mert egyrészt a külföldi nevek, azok természetesen úgy vannak írva, ahogy az elvárt, legalábbis szerintem, illetve természetesen a kiterjesztéseket egyértelműen nem fogja ő felismerni, mint magyar szót. A Rádiószínház az pedig így van írva a MTVA honlapján is, illetve hát a MediaClick, azt hiszem így hívják, MediaClick.hu oldalán is. Én elfogadtam, hogy a Rádiószínházat így helyes írni, de természetesen, hogyha hosszabb és több hiba van benne, akkor a megszokott módon a NeoVim-be, vagy az általad kiválasztott szövegszerkesztőbe bizony ugyan úgy, ahogy egy szövegbe is a helyesírást tudod ellenőrizni. Azt hiszem, ez az elgondolás nagyon kényelmes. Szövegszerkesztőbe belegyömöszöljük a fájllistát, ami nagyon jó dolog, mert át tudunk írni olyan sebességgel, olyan minőségbe, ahogy tudunk gépelni, ahogy azt a szövegszerkesztőt ismerjük, plusz a helyesírást is tudjuk ellenőrizni. Ezt a tömeges átnevezők nem fogják tudni, hiszen egyrészt jellemzően nem magyar, kettő, eszükbe se jut, hogy ilyesmire odafigyeljenek, nem is feltétlenül szükséges egyébként egy fájlnévnél a helyesírás ellenőrzés. El kell mondanom, hogy amikor én utána kérdeztem magyar Discord csatornákon, hogy van-e olyan rendszer, ami a fájlneveket ellenőrzi helyesírásügyileg, hát bizony, nem az volt a válasz, hogy sok van, meg így lehet megoldani, hanem rácsodálkoztak, hogy minek? Hogy lehet ilyesmin elgondolkodni, hogy egy fájlnév helyesírásilag jó legyen? Hát szerintem ezzel a megoldással pofon egyszerűen meg tudjuk oldani azokat a problémákat, ami ilyen helyesírás, elütés, egyéb. Természetesen a magyar helyesírás azért nem egyszerű, és nyilván ott a fontos, ahol ékezetes betűket küldünk, de gyakorlatilag egy kényelmes megoldás, ha szövegszerkesztőben mindegy szöveget tudjuk ellenőriztetni, és utána egyértelműen villámgyorsan lementjük, majd utána megint megnyomjuk a 2.vq, azaz kiléptetést, hogy bizony leellenőriztük, hogy mi ezt szeretnénk, és utána villámgyorsan le is fogja menteni. Én említettem többet is, a QMV-t is, ami egy nagyon kényelmes rendszer, ékezetes problémái szoktak lenni, tehát ott előfordul, hogy bizony ékezetes betűknél ilyen perjeleket írogat ki, nem előfordul, biztosan ezt csinálja, azért nem is azt használom, illetve különböző egyéb megoldásokat, pontosan ilyen ékezetes betűk, és egyebek miatt nem használom, hanem egyszerűen a Rangerbe, a NeoVim meghívásával szoktam ezt megcsinálni. A Ranger az természetesen egy fájlkezelő, mivel ezt használom napi szinten a fájlkezelés 95%-ába, nem okoz gondot, és azért jobb ez a rendszer, mint akármi egyéb fájl átnevező, amilyen szövegszerkesztőbe hív, mert a Rangerbe, vagy akármelyik erre rendeltetett fájlkezelőbe, ami így meg tudja oldani a dolgokat, ki tudom jelölni azokat a fájlokat akár listából a space nyomogatásával, meg a leföl nyilacska nyomogatásával, beállítva, hogy mi kell. Rangerbe a 2.mark jelölt ki, és ott megadott rendszer szerint, elképzelés szerint kijelölt fájlokba be tudok lépni, át tudom nevezni őket, és villámgyorsan le tudom menteni. Szuper! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem lesz olyan ember, aki ezt hasznosnak találta, hiszen nem egy mindennapi program, nem egy mindennapi elgondolás, nem egy mindennapi feladat,
de hogyha megszokjuk azt, hogy így írogatunk át sok fájlnevet, tehát egyet-kettőt, az természetesen gyorsabb másban, vagy esetleg az MV parancs használatával, de hogyha már több van, fél tucat, egy tucat, vagy annál több, akkor ezzel villámgyorsan meg tudunk oldani bármi olyan feladatot, amire a szövegszerkesztőnk képes. És nyilvánvalóan olyan szövegszerkesztőt használunk amúgy is, ami sok mindent tud. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!